Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Folytatnám én is alapvetően a mesterséges intelligencia által felvetett problémákkal, de két gondolatot ezt megelőzően engedjenek meg számomra. Demeter képviselő úr beszélt arról, hogy a gyermekeinket megkérdezzük-e a digitális eszközöknek a használatáról, és itt egy nagyon súlyos és tényleg nagyon alapvető kormányzati hiányosságra szeretném felhívni a figyelmet, ugyanis a digitális eszközök jelenlegi használata a fiatalok, gyerekek döntő többsége körében sajnos inkább rombolja az ő fejlődésüket, semmint hogy elősegítené azt. Az, hogy megvan a lehetősége annak, hogy a digitális eszközöket úgy használja a magyar társadalom, a magyar állam, meg egyébként az egész bolygó, hogy azok az emberiség javát szolgálják, ennek valóban megvan a lehetősége. De sajnos a realitások azok nem ezek. Ha megnézzük azokat a felméréseket, amik a fiatalok körében készülnek, akár a Magyar Ifjúságkutatás, de számos más nem kormányzati intézmény is készít ilyen felméréseket, önmagában mennyi időt töltenek a fiatalok ezek okos eszközök használatával napi szinten, akkor döbbenetes számokat kapunk, 4 és 8 óra közötti napi szinten az az idő, amit ezeknek az eszközöknek a használatával töltenek. És Pécsi Rita neveléskutató írt egy könyvet is arról, összeszedve a nemzetközi tapasztalatokat is, hogy milyen elképesztő mértékű fejlődési károkat okoz a gyerekek esetében ezeknek az eszközöknek a túlhasználata. Tehát, ha már a digitális eszközöknek az alkalmazásáról beszélünk, és a gyerekeinkről beszélünk, akkor sokkal fontosabb, és a jövőnket alapvetően meghatározó lenne az, hogyha azokra a veszélyekre, amik a gyerekeinket érik ezeken keresztül, és itt most nem csak az adatvédelemről, hanem nem csak a big tech cégek által okozott veszélyekről beszélek, hanem önmagában az idegrendszeri fejlődésükről, az ismeretek elsajátításának a módjáról, és számos más a tanulásukhoz, fejlődésükhöz kapcsolódó területről, ha erre lenne állami program, hogy felhívják erre a figyelmet, azzal sokkal beljebb lennénk, mint hogyha ilyen digitális állampolgárságot próbálnának ráerőltetni az emberekre. Másrésztről, ahogyan említettem az előző felszólalásom esetén is, itt azért egy alapvető szemléletbeli kérdésről van szó, és egészen vissza kell mennünk ahhoz a kérdéshez, hogy mit tekintünk az ember alapvető, mit gondolunk magáról az emberről, és hogyha az embert helyeznénk központba, ahogyan önök egyébként nem teszik, ez a gazdaságfejlesztésükön és gazdaságpolitikájukon is látszik, akkor ez kellene legyen az elsődleges szempont, és ehhez igazodna az a szabályozás is, amit akár a digitális állampolgársággal, akár a mesterséges intelligenciával kapcsolatban önök tesznek. De látjuk, hogy a gazdaságfejlesztési koncepciójuk sem az, hogy az emberekbe, tehát az oktatásba, a tudás elsajátításába, az innovációba fektessenek, hanem gyárakat, fizikai létesítmények létrehozását támogatják döntő mértékben a gazdaságpolitikájukban is, és ennek a kivetülése látszik meg ezen a törvényjavaslaton is. És akkor rátérve a mesterséges intelligencia kérdésére, nem elfeledve, hogy azért a természetes intelligenciának is lenne, vagy kell, hogy legyen továbbra is szerepe, és arról is kellene beszélnünk. Néhány probléma felvetéssel élek a mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatban, amelyekre nem látom azt, hogy ez a törvényjavaslat egyébként választ adna, és ez is szerintem nagyon fontos alkotmányossági probléma, hogy nem látjuk, hogy tehát önök úgy hivatkoznak a mesterséges intelligenciára, és úgy vezetik be gyakorlatilag az állami gazgatásba ennek az alkalmazását, hogy alapvető kérdésekre nem kapunk választ. Az első probléma felvetésem az maguktól a mesterséges intelligencia alapú szoftverek fejlesztőitől származik, hiszen ők maguk gyakran elismerik, hogy ők sem értik, hogy a mesterséges intelligencia valójában hogyan működik, tehát az úgynevezett fekete doboz effektusról van szó, ami szerint nem világos, hogy a bemenet és a kimenet
között mi történik, vagyis a mesterséges intelligenciának feltett kérdése, az adott válasz, az pontosan hogyan és milyen folyamatok alapján készül el. Ez egyébként önmagában felvet számos jogi problémát. A ChatGPT működésével kapcsolatban már láttuk azt, hogy nagyon sokszor hibás tanácsokat ad, és mára már az is közismert tény, hogy gyakran téved, sőt hallucinális, ezekről is nagyon érzékletes cikkek jelentek meg. Tehát látjuk azt, hogy hibásan is tud akár működni, mi alapján is ki tudja eldönteni, hogy mikor működik hibásan, és mi történik akkor, hogyha egy ilyen hibás működés következtében államigazgatási döntéseket fog meghozni ez a technológia. Az sem világos számunkra, hogy a kormány által alkalmazni kívánt mesterséges intelligencia, az pontosan milyen technológia lesz, és hogyan fogja biztosan a magyar állampolgárok adatkezeléssel kapcsolatos és egyéb alapjogainak érvényesítését biztosítani. Felmerül a felelősségnek a kérdésem is, amit szintén nem rendeznek, ki a hibás, hogyha egy ilyen rossz döntést meghoz a mesterséges intelligencia. Az állam magára vállalja-e a felelősséget, vagy aláíratnak majd az állampolgárokkal egy papírt, vagy hát most már nem papírt, mert nyilván az is digitális térben fog történni, hogy ők vállalják a felelősséget azért is, hogyha a mesterséges intelligencia valamilyen rossz döntést hoz. Az állampolgár felelőssége lesz, az állami, vagy a mesterséges intelligenciát fejlesztő szoftverfejlesztő cégnek a felelőssége lesz, és milyen módon tudja az állampolgár érvényesíteni a saját jogait, illetve ki fog mondjuk anyagi felelősséget vállalni azokért a károkért, amit a mesterséges intelligencia hibás működése miatt az állampolgárt érték. Alapvető jogok tekintetében is nagyon súlyos kockázatok merülnek fel, és ezeket egyébként nem csak Kínával kapcsolatban, és nem csak a Mi Hazánk mozgalom fogalmazza meg, hanem az Európai Parlamentben is felmerültek ezek, hogy a gyülekezési és a tiltakozási szabadság sérelmében is szerepet játszhat a mesterséges intelligencia. Nem beszélve arról, hogy a munkahelyekre milyen hatása lesz, illetve magának a mesterséges intelligenciának önmagában versenytorzító hatása is lehet. Különböző számok láttak azzal kapcsolatban napvilágot, hogy közvetlenül hány munkahelyet szüntethet meg, akár Európában, akár Magyarországon a mesterséges intelligencia. Ugyanakkor ezt sokkal mélyebben át kellene gondolni a kormányzatnak is, illetve társadalmi vitát kellene arról folytatni, hogy ezekre nekünk valóban szükségünk lesz, és mi lesz azokkal az emberekkel, akiknek a munkahelye néhány éven vagy egy évtizeden belül megszűnhet. Ugye az információknak a felhalmozása önmagában is a verseny torzulásához vezethet, mivel ugye a többi információval rendelkező vállalatok előnyhöz jutnak, ezt is okozhatja a mesterséges intelligencia, illetve azok az adatok, amelyekhez a mesterséges intelligencia hozzáfér. És itt a biztonsági kockázatok vonatkozásában is fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy a legszélsőségesebb esetben, például a fegyverek esetében alkalmazni kívánják a mesterséges intelligenciát, ami most tudom, hogy ebben a javaslatban nem szerepel, de hát nyilván ennek minél szélesebb körű kiterjesztése a cél, illetve nemzetközileg látunk már arra példát, hogy ezt megfogalmazták. Ilyenkor az emberi kontrollnak az elvesztéséhez is vezethet a mesterséges intelligenciának az alkalmazása, és hát nem beszélve arról, hogy az emberek számára nem egyértelmű, hogy a mesterséges intelligenciával vagy személlyel lépnek kapcsolatba. Ez már most is nagyon gyakori különböző cégek esetében, ahol az ügyfélszolgálat során ugye csetelhetünk, vagy mesterséges intelligenciával beszélgethetünk adott esetben, és sajnos a magyar társadalomnak az ilyen a tudatossága e tekintetben nem teszi lehetővé, hogy ezt ők azonnal érzékeljék. Ilyen esetekben azért nagyon fontos lenne a fogyasztót, a felhasználót védeni, hogy ő egyrészt alapvetően tisztában legyen azzal, hogy kivel beszél, kivel lépett egyáltalán kapcsolatba, illetve milyen jogai vannak akkor, hogyha mesterséges intelligenciával lépett kapcsolatba, és azokat hogyan tudja érvényesíteni, a felelősségi viszonyokat szintén fontos lenne tisztázni. A brit parlamentnek van a Tudományos Innovációs és Technológiai Bizottsága, amely
körülbelül egy éves vizsgálat után a mesterséges intelligenciával kapcsolatban egy veszély együttesre hívta fel a figyelmet, és ezeket úgy gondolom, hogy a magyar kormánynak is, illetve a magyar parlamentnek is fontos lenne tisztáznia. Egyrészt megállapították azt, hogy amiről az előbbiekben is beszéltem, hogy maga mesterséges intelligencia elfogult, lehetővé teszi az emberek azonosítását és a személyes adatoknak a megosztását, innentől kezdve visszacsatolok az előző felszólalásomra, ami a személyiség profilnak a kialakításáról szólt. Azt is megállapították, hogy félrevezető információkat közölhet, amivel befolyásolja a felhasználó döntését vagy viselkedését. Nagyon fontos, és szintén a versenytorzító hatáshoz is kapcsolódik, de a nemzetállamok kiszolgáltatottságát is növeli, hogy a nagy adatkészleteket csak kevés szervezet birtokolja. Ez szintén nem kell mondanom, hogy milyen veszélyeket rejt magában. A számítási kapacitás, amit igényel, az is csak nagyon korlátozottan érhető el, illetve bizonyos esetekben az eredmények nem átlátható módon születnek. A brit parlament bizottsága szerint nyílt forráskódúnak kellene lennie, de a szabadalmak miatt a piac dominál. Megsérthet szerzői és egyéb tulajdonjogokat, ez is egy nagyon fontos vetülete a mesterséges intelligencia alkalmazásának, illetve számos olyan más kérdést fogalmaztak meg, amelyet az előbbiekben is említettem, a nemzetbiztonság és az emberi életre leselkedő veszélyeket is kiemelte a brit parlamentnek ez a bizottsága. Tehát ha már a mesterséges intelligenciát alkalmazni szeretnénk, amelynek egyébként lehetnek érdemi indokai is, ezt csak azután tehetjük meg, hogy ezeket az aggályokat megfelelő és megnyugtató módon sikerül a magyar kormánynak is valamilyen a társadalom számára is elfogadható módon rendeznie. Köszönöm a figyelmet!